Tavaly érkezése óta alapemberré vált a Diósgyőr futballcsapatában a játékszervező támadó középpályás, aki alig hanem 50-szeres válogatott édesapjától is örökölt kreativitást. Bognár István bekerült Bernd Storck keretébe, és elrugaszkodott a DVTK-ból is a gödör aljáról. Hát őt kapcsoljuk most. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! István, amikor kiesett az azóta már visszajutó Mezőkövesd az NB1-ből, akkor most is úgy látszik, hogy a legjobb döntést hoztad a Diósgyőrbe igazolásra, hogy nem mentél túl messzire? Igen, hát maradtam ugye a megyébe. Azért nyilván jó dolog, hogy két NB1-es csapata is van, jelenleg is a Borsod megyének, úgyhogy igen, hát örülök, hogy Diósgyőrbe tudtam igazolni. Hát bízunk benne, hogy elindul a csapat fölfelé. Nyilván a hétvégi győzelem az sokat jelentett a csapatnak. Ugye hosszú időt nem tudtunk nyerni, úgyhogy bízom benne, hogy a jövőkép is pozitív lesz. Na most ugye igen, mert egy bizonyos átok tört meg azzal, hogy a már egyszer megvert Videoton ellen, mondhatjuk a bajnokság egyik esélyes ellen sikerült megint győznötök. Igazából a Vidi lehet azt mondani, hogy a kedvenc csapatotok hasonlóan a miniszterelnökhöz? Igen, hát ugye 11 pontból 6-ot a Videoton ellen szereztünk, úgyhogy valamilyen szinten mondhatjuk, hogy fekszik nekünk a Videoton stílusa, de nyilván azért a 11 pont nagyon kevés, mi a utolsó helyen állunk a tabellán, tehát azért jó lenne, hogyha most már többi csapat ellen is tudnánk valamit mutatni. Mit jelenthet egyébként ebben a folyamatban ez a győzelem? Véget vethet-e a gondoknak? Mert ugye először is meg kellett fejtenetek, hogy miért vagytok gödörben, miért vagytok mélyen. Ugye az edzőtök mentalitásbeli problémákról beszélt, sok mindennel próbálkoztatok. Áttörte a gát, mit gondolsz egy meccs alapján? Igen, folyamatosan azt mondtuk, hogy semmi más, csak egy győzelem tud ezen segíteni, hogy újra higgyünk magunkban, higgyünk abban, hogy tudunk nyerni. És ugye ez a jövő kérdése, hogy ez tényleg így volt-e. Egyelőre azt érzem a csapaton, hogy mindenki azért felszabadult valamilyen szinten, tehát nagyon-nagyon görcsösek voltunk, hogy nem tudunk nyerni. És most tényleg jól nézett ki a csapat, de még egyszer mondom, utolsók vagyunk a tabellán, tehát erre a válasz, hogy egy győzelem segítette, a következő fordulók fogják magadni. Eltűnt az a bizonyos kislányos mentalitás, amit edzőtök Horváth Ferenc panaszként többször emlegetett, tehát hogy nem eléggé harapós a csapat? Igen, igazából ez is egy probléma volt, hogy ugye a hazai pálya nem volt nekünk hazai pálya, tehát nem sikerült úgy futballoznunk, illetve úgy neki menni az ellenfeleknek, ahogy a Diósgyőr hazai pályán, ahogy a Diósgyőrnek hazai pályán ezt meg kell tennie, hiszen nekünk ez mindig is nagy erőny volt, illetve a klubnak ez nagy erőny volt, úgyhogy ezt mindenképpen vissza kell hozni, és akkor ez a negatív boom, amit a mester említett, ez el fog tűnni. Ehhez tettünk egy lépést hétvégén, és azt gondolom, hogy fontos, hogy ne úgy jöjjenek ide az ellenfelek, hogy igazából három pontért jönnek, hanem azért lenyebben bennük valamilyen szinten félsz. Ez az egyik legnagyobb cél azért az idei évre még. Hát igen, de közben nem tudom, mennyire beszélgettek a csapatban arról, hogy ezt a hazai pálya előnye, ami ugye a Diósgyőrnél szinte egy kötelező tartozék, tehát Diósgyőrbe azért kell menni az ellenfeleknek, hogy életben maradjanak a túlélésért. Ott egy olyan szurkolótábor van, de azon, hogy ha a stadiont majd átalakítják és bezárják, ez az egyébként már most is megteremtendő hazai pálya előnye, ez még nehezebbé válik, nem? Igen, nyilván egy más szituáció lesz, azért az egy nagyon jó dolog, hogy közel tudunk maradni. Bízunk benne, hogy minél több szurkoló el fog minket kísérni a mérkőzésekre, úgyhogy azért ebben nyilván nagy szerepe van a csapat, hogy fogunk szerepelni, de az tényleg jó dolog, hogy azért látott távolságon belül maradunk.
Rátérve személyesen, ugye annak idején Liesben születtél, budapesti kluboknál nőttél föl, és hát borsodi kluboknál lettél NB1-es labdarúgó. Mit gondolsz, 25 évesen eddig a karriered építésében, az igazolásoknál nem léptél rosszat? Nem hiszem. Igazából ugye Újpesten mutatkoztam az élvonalban jó pár évvel ezelőtt, és ott nem úgy jöttek össze a dolgok annó. Aztán kerültem Weber Györgyhöz Mezőkövesdre, ami talán az egyik legjobb döntés volt a karrieremben. Ő tényleg mindent megadott ahhoz, hogy NB1-es labdarúgóvá válhassak, és ugye sikerült feljutnunk. Ugye NB2-be igazoltam oda, és igazából alapemberré ugye ott váltam az NB1-be. Aztán pedig ugye Diósgyőrbe kerültem, és azt gondolom, hogy ez sem volt egy rossz döntés, illetve azt mondom, hogy jó döntés volt. Ugye sikerült azért ugye innen legalább a válogatott keretbe bekerülnöm, legalább az első lépcsőfokot megtettem a válogatottság felé. Bízom benne, hogy ez folytatódni fog, nyilván ez nagy részben rajtam is múlik, úgyhogy ha nem is rohamléptekkel, de azért szépen lassan halad a karrierem, úgyhogy azt gondolom, hogy jó döntéseket hoztam. A Diósgyőrnél hogyan sikerült megtalálni a számodra leginkább megfelelő szerepet? Tehát igazából te hogyan tudnád körülírni azt a játékfeladatot, amiben a legjobban érzed magad, ami a legjobb neked, a leghatékonyabb természetesen a csapat szempontjából is? Nyilván egy kicsit bonyolítja a helyzetet, hogy ugye bő 2 éve vagyok itt, azért elég sok edző megfordult. Minden edző azért más-más stílusban, más-más elképzelésekkel érkezett. Most nagyon bízunk benne, hogy azért Horváth Ferenc személyében megtalálta a csapat a megfelelő szakembert, és egy hosszú távon működni fog. Mert tényleg most a csapatomból is azt érzem, hogy végre van egy olyan edző, akire mindenki felnéz, és akit mindenki elismer. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez hosszú távon működni fog, és akkor azt gondolom, hogy tudok erre a kérdésre is válaszolni, mert nyilván azért minden edző más-más stílusba képzeli a csapatát. Jó, akkor ezzel a kérdéssel majd várjunk, ezt még később kifejtjük. Azonban azt mondd meg, hogy ha visszaugunk a bajnokság elejére, ami jól indult, különösen neked személyesen, az, ugye az első 2 meccset nem akármilyen ellenfelek ellen, a te irányításoddal nyert a csapat. Mit gondolsz, azok a mérkőzések, az ott mutatott teljesítményed, az hívta fel rád Bernd Storck figyelmét, hogy, mint ahogy ezt már említetted, most már ott voltál a válogatott keretben? Igen, nyilván közrejátszott, hogy jól sikerült kezdenem a bajnokságot. Úgyhogy természetesen nagyon boldog voltam, amikor meghívót kaptam. Nyilván ez volt az első lépés, hogy a bajnokságban jól teljesítsek. A második pedig nyilván, hogy az edzőtáborok alkalmával be tudjam mutatni magam, azért nyilván más, hogy a szövetségkapitány mondjuk egy-egy meccsen figyeli a játékos teljesítményét, azért, hogyha napi szinten együtt dolgozik vele, azért azt gondolom, hogy több benyomást tud kelteni benne, úgyhogy nagyon fontos volt, hogy az edzőtáborok alkalmával jó teljesítmény nyújtsak, és boldog voltam, hogy a szűk keretekbe is sikerült most már 2 alkalommal bekerülni, és minden meg fog tenni, hogy ez tovább folytatódjon, és ne az legyen, hogy azt mondják, hogy hú, egyszer ott volt a Bognár a válogatott keretbe, és akkor ennyi, hanem mindenképpen minden meg fog tenni azért, hogy ez hosszabb távon is így maradjon. Hát igen, mondjuk, hogy 2 Bognár legyen 100-szoros válogatott, nem? Az nem, hogy nem egy rosszabb célkitűzés. Azt mondnak, hogyha már így szóba hoztam édesapádat, ő szakmabeliként az ő előéletével itt, hogy oda jutottál a válogatottság kapujába, mármint, hogy most már be is léptél, itt mit tart fontosnak kiemelni, mit tart a legfontosabb tanácsnak számodra a továbbiakban? Igazából... Igen, sokszor beszélünk meccsek után, és
általában meg szoktuk beszélni, hogy mit kellett volna másképp csinálni. Nyilván azokat a dolgokat, amikben tudok fejlődni, azokat megmutatni ott is. Illetve nyilván, amit kér a szövetségi kapitány, tehát ami az elvárás, annak megfelelni. Igazából általában azt tudom mondani, hogy minden nap meg kell mutatni magamat, és ezt igyekeztem az edzések alatt is betartani, úgyhogy, és azt, hogy élvezzem az ott létet. Igazából ez a két legfontosabb dolog, amit így tanácsolt. Aha. Egyszer szívesen fociznál olyan csapatban, aminek ő az edzője? Hát ezen inkább elgondolkoznék. Nyilván nem tudni, hogy mit hoz az élet, de azt hiszem, hogy egyelőre jobb így, hogy egy másik csapatnál dolgozik. Világos, a távoli tanácsok. Utolsó utáni kérdése, meg annyit mondja meg, hogy ebben a helyzetben kanyarodjunk vissza ugye a legfontosabb feladatra, a Diósgyőri teljesítményre. Ettől a kerettől, ettől a csapattól, látva magatokat, látva a társakat, milyen helyezést tartanál tisztességesnek és normálisnak ennek a bajnokságnak a végére? Hát az idei évre azt tudom mondani, hogy mindenképpen el kell kerülni a kieső helyről, tehát a december közepén van, közepe fele van az utolsó forduló ebben az évben, addig mindenképpen szeretnénk a kieső helyről elkerülni, tehát egy rövid távú célként ezt tudom megfogalmazni, és akkor meglátjuk, hogy alakul a csapatnak a sorsa ugye a tavaszi idényre, ugye a játékos keret például, és azt gondolom, hogy akkor lehet beszélni arról, hogy a bajnokság végén milyen helyezést várhatunk el magunktól, illetve hogy a mindenképpen a tavaszi kupa fordulókra szeretnénk ott lenni. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos dolog, hogy igazából idei évre azt mondom, hogy elkerülnek a kieső helyről, és nyilván a magyar kupába pedig a tavaszi fordulókra tovább jutni. A többit majd tavasszal, azt mondom, jó munkát nektek. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Szia! Szépen.